Tisztel szerkesztőség, engedjék meg, hogy hozzászóljak a marihuana fogyasztással kapcsolatos levélhez. Én 2007-ben, 23 évesen hallottam először az evangéliumot. Akkor már 5 éve voltam marihuana fogyasztó, és annyira a drogok fogságában voltam, hogy amikor a válaszút elé kerültem, a drogokat választottam Jézus helyett. Az ezt követő években depresszió, anyagi és magánéleti gondok jellemezték az életemet, de hála Istennek az Úr nem mondott le rólam, és négy év elteltével megérintette a szívemet, és azonnal el tudtam hagyni a drogokat, az alkoholt és a cigarettát is, és helyreállította az életemet, megházasodtam, és azóta is Jézussal járok, üdvözlettel, M.E. Köszönjük a bizonságot! Tehát azt gondolom, hogy ez bátorítás jelent azoknak, akik még drogfüggésben vannak, vagy alkoholfüggésben, vagy cigarettafüggésben, mert Jézus Krisztus mindezekből megszabadít.